Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz, ami remélem, hogy sokaknak nagy segítség lesz. A személyes tapasztalataimat fogom elmondani, és 10 tippet gyűjtöttem össze azokról a dolgokról, ami miatt jól telhet a napotok, és egy kicsit a mindennapi élet problémái mellett boldogok tudtok lenni, vagy mosolyogni, vagy motiváltak lenni, úgyhogy ebben szeretnék nektek segíteni, hogy én hogy csináltam régen, amikor suliba jártam, vagy hogy csinálom mostanában, ugye segítség lehet az iskolásoknak, vagy aki munkába jár, mert ugye valljuk be őszintén, hogy nagyon sokan reggel úgy indulnak el, hogy na már megint be kell menni az iskolába, mit tudom én hány dolgozat lesz, megint be kell menni a munkahelyre, a főnök, hogy miket fog beszólogatni nekem, stb. Úgyhogy a napi teendőket fogom nektek elmondani. 10 tipp, hogy jól teljen a napotok. Lehet, hogy összefolynak a tippek, de megpróbáltam azért normálisan összegyűjteni nektek, hogy én hogy csináltam. Az első tipp, ugye amikor felkelünk, és azt mondják, hogy az első óra felkelés után nagyban meghatározza, hogy hogyan érzi az ember magát egész nap. Én amikor először kinyitom a szemem, hát nagyon sokat kell gyakorolni, hogy ne, és én is ebbe a hibába esek sokszor, hogy ne a telefonjához nyúljon először az ember. Amikor kinyitom a szemem, az az első gondolatom, hogy hálás vagyok azért, hogy kinyitottam a szememet. Képzeljétek el, most ez egy kicsit erős lesz, de lehet, hogy holnap már nem fogjuk kinyitni reggel a szemünket, ugye? Mindig hálát szoktam azért adni reggel, hogy kinyitottam a szememet, hálás vagyok azért, hogy meleg van a szobában, egy ágyon tudok aludni, mert ti is tudjátok, hogy rengeteg embernél nem így működnek a dolgok, úgyhogy először én mindig hálát adok, és ugye én még nem így csinálom, de nekem is így kellene, hogy olvastam róla, hogy nagyon fontos, hogy mozogjon reggel az ember, egy kicsit tornázon, és akkor frissen el tud indulni az iskolába, vagy a munkába. Amikor kikeltünk az ágyból, nagyon fontos, hogy pótoljuk az éjszaka elvesztett vízmennyiséget, és nagyon sok kórházban, már külföldi kórházakban vízzel gyógyítanak, képzeljétek el. Tudom, hogy nem vagytok szomjasak, én se szoktam szomjas lenni, de képzeljétek el, hogy próbáljátok meg minden reggel felkelés után így gyomorra fél liter vizet meginni, vagy egy pohár vizet, amennyit tudtok. Azt hiszem már külföldi országban úgy gyógyítanak, hogy másfél liter vizet isznak meg így gyomorra. Ugye hát nem nagyon tudja az ember meginni korán reggel ezt a vízmennyiséget, de én is fél litert meg szoktam inni így gyomorra, és higgyétek el, hogy nagyon fel fog frissülni az ember, mert nagyon sokan hiába alszunk 10-11 órát, akkor is álmosak leszünk, de higgyétek el, hogy mivel az ember tényleg 70%-a víz, minden reggel igyatok meg fél liter vizet indulás előtt, és akkor fel fogtok frissülni. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, mondom, ezek a tippek az én tapasztalataim alapján születnek, úgyhogy bízom benne, hogy valakinek tudnak segíteni. Akkor a másik teendő, amit szoktam én csinálni felkelés után, hogy leírom a napi céljaimat, a heti céljaimat, ugye hét elején mindig a heti céljaimat, és mindig a napi céljaimat leszoktam írni, és azt is, hogy mi a legfontosabb feladatom a mai nap. Úgyhogy, és nagyon jó, higgyétek el, mert motiválni fog titeket az, hogy ezeket a célokat elérjétek. Lesz egy hajtóerőd, hogy leírtad, neked ezt meg kell csinálnod, kötelességednek érzed, hogy te azt leírtad, és ezt meg kell csinálni. És ha megcsinálod ezt a célt, akkor egy boldogságérzés fog eltölteni, hogy na, ezt megcsináltad. Nem kell nagy célokra gondolni, apró célra, hogy most bemész a munkába, egy jó, kedves szót szólsz például az egyik munkatársadnak, aki nem annyira szimpatikus, de egy helyen dolgoztok, és tisztelettel szeretnél vele bánni attól függetlenül, hogy nem szimpatikusak. És ilyen apró célok, vagy hogy délután hordasz fát, vagy egy kis plusz segítséget válasz az otthoni teendőkben. És én nagyon sokat gyakoroltam ezt az egészet, ugye reggel felkel az ember és elindul a munkába vagy az iskolába, és akkor mondtam, hogy nagyon rosszul érzi magát, mert semmi kedve hozzá, bebújna vissza az ágyba és nem csinálna egész nap semmit, ugye vannak kötelességeink, és képzeljétek el, amikor én indultam az iskolába, ugye én mondtam, hogy nagyon sokat piszkáltak, meg ez a videózás miatt, és nem nagyon szerettem bejárni, és mindig a tükörbe mosolyogtam, és így mondtam, hogy nagyon jó napom lesz, ez lesz életem legjobb napja,
legjobb lehetőségekkel. És minden reggel így indultam el suliba, ugye nagyon sokan olvashatjátok meg sokszor, hogy a tükörbe való megerősítések mennyire fontosak, és tényleg én is mindig a saját szemembe nézek, és bátorítom magam, hogy ez jó lesz, túlélem, nagyon nagy csodák fognak történni, úgyhogy ez is egy nagyon hasznos dolog, hogy reggel úgy induljatok el, hogy mosolyogjatok magatokra, és ugye hát lehet, hogy egy kicsit közhelyesnek tűnik, de szeretni kell önmagatokat, és azt, ez a legnehezebb része, ugye hát én sem vagyok ugye a testemmel megelégedve, de ugye tudunk változtatni rajta és tenni érte, úgyhogy nagyon fontos, hogy mosolyogjatok a saját szemetekbe, és motiváljátok magatokat, hogy sikerülni fog, ma nagyon jól fogok teljesíteni, ma sikerülni fog a dolgozat, és így tovább. És higgyétek el, hogy lehet, hogy most azt mondjátok, hogy na, nem igaz meg minden, de szerintem ez egy kicsit feldobja az embert, és mikor elindul, egy kicsit jobban fogja érezni magát, és fel lesz dobva. Jó, akkor elindultunk a munkába és az iskolába. Nagyon fontos, vagyis én fontosnak tartom azt, hogy segítsünk másoknak, és most itt arra gondoljatok, hogy pénzt adunk a másiknak, hanem gondoljatok egy jó szóra, egy kedves mosolyra, vagy az osztálytárs, vagy a munkatárs nem hozott ennivalót, akkor megkínálod a te ennivalódból, és higgyétek el, aki másokon segít, önmagán is segít. Képzeljétek el, mivel csoda, én mindig nagyon jó érzem, nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, hogyha segítetek másoknak, érzi az ember, hogy igen, ez jó volt, ez nekem is jól esik, és tényleg csodálatos érzéseket tudnak kiváltani belőlünk azok a dolgok, hogy segítünk másoknak, és ezáltal a mi érzelmi szintünk is úgy megemelkedik pozitív irányba, hogy nagyon jól fogjuk érezni, akár egész nap, mert lehet, hogy valakinek az egész életét változtatod meg egy-egy ilyen jó cselekedettel, mert lehet, hogy épp az az ember soha nem számíthatott senkire, nem bízhatott senkibe, és nem segített soha senki, és te változtatod meg az életét, hogy újra bízni tud az emberekben, mert te segítettél neki, úgyhogy ezt mindenkinek javaslom, mondom, lehet, hogy csak nem lehet, mert tudom, hogy nagyon sokan még jót éreznek, ha segítenek másoknak, de a szíveményén szerintem mindenki szeret ő adni másoknak bármilyen jó dolgot, hogyha segíteni tud neki. Most ezt jó megfogalmaztam. De az ember szíve ilyenkor duplán dobban, nem? Úgyhogy ez is nagyon fel tudja dobni az ember napját. Ugye beszéltünk arról, hogy reggel írjátok le a célokat, és most a következő is arról szól, hogy napközben is tűz ki apró célokat. Például, hogy matek órán most oda fogok figyelni. Matek órán most megpróbálok mindent megtenni azért, hogy sikerüljön ez a dolgozat, vagy feladat, vagy a munkahelyen egy kis plusz dolgot vállalok, hogy meglegyenek velem elégedve. És képzeljétek el, hogy kitűzöl egy apró célt, és azt eléred, akkor tényleg boldogság fog eltölteni. Én is mindig leírom, mindig új célokat tűzök ki nap mint nap magam elé, és boldogság fog eltölteni, ha elérjük a céljainkat. A következő, hogy tölts időt olyan emberekkel, akikhez közel állsz és szeretsz, és nem lehúznak, hanem motiválnak, és szeretnek téged. Most gondolok itt ugye nagyon sokan éltek párkapcsolatban, boldoggá tesz a páratok titeket, akkor tényleg én is magamról tudom, hogy egy reggeli üzenet, múltkor a párom hagyott egy cetlit az ágyamon, hogy ma nagyon ügyes leszek, épp amikor jött a német Kristóf, és hogy szeret, és ilyen apró dolgok meg tudják, az egész napjára az embernek ráhatással tudnak lenni, és tényleg egy ölelés, én is nagyon sokszor megölelem a családtagjaimat, ugye mindenkinek más a szeretet nyelve, valakinek ugye az ölelés, valakinek egy szép szó, valakinek az ajándékozás, úgyhogy mindenkinek más a szeretet nyelve, sokszor ezt szokott félreértést okozni a párkapcsolatokban, de hogyha rájövünk, hogy mi a szeretet nyelve a másiknak, akkor boldog párkapcsolatot teremthetünk, és megölelni másokat, beszélgetni, kikérni a véleményüket, olyan emberekkel olyan dolgokat csinálni, ami előrébb visz és boldoggá teszi a másikat. Mondom, én nagyon szeretem szeretgetni öcseimet, még ha ők nem is annyira engedik már, de tényleg ő ez is nagyon jó érzéssel tölti el az embert, hogyha valaki megérinti akár a vállát. Én néha úgy szoktam kezet fogni másokkal, hogy ő kezet nyújtok, megfogja a kezem és ráteszem a másik kezemet is, vagy megérintitek a könyökét, gyerek, ez nagyon sokat számít, és az embernek mondom, lehet, hogy az egész napját feldobjátok, és így a sajátotokat is. Akkor a következő, hogy csinálj délután
ugye amikor hazajött mindenki a munkából, iskolából, valaki pihenni szokott, aludni egy fél órát, órát, hogy utána újult erővel csináljon valamit, akkor csináljátok olyan tevékenységeket, ami boldoggá tesz valakinek tényleg a suli után a focizás az élete. Én is mindig alig vártam, hogy menjek focizni, barátokkal találkozni, vagy bármi, kockulni, és tényleg ezek a dolgok ugye boldoggá teszik az embert. Emlékszem, suliból mindig én is alig vártam, hogy hazajöjjek, az ott kettőzzek, mert egyszerűen nagyon örültem, hogy kikapcsolódhatok és játszhatok. Úgyhogy végezzetek olyan tevékenységeket, ami boldoggá tesz titeket. A következő, hogy olvassatok este könyveket. Ugye a saját szórakoztatásokra olvashattok tényleg rengeteg regényt, vagy bármi, ami érdekel titeket. Én azt ajánlom, hogy olyan könyveket olvassatok, ami úgymond előrébb viszi a gondolkodásmódotokat. Gondolok itt a motivációs könyvek, én nagyon sok motivációs könyvet olvasok, spirituális könyveket, de találjátok meg azokat a könyveket, ami például a szakmátokban előrébb tudna vinni, a munkahelyi tapasztalatok, vagy üzleti tapasztalatok, vagy az iskolához kapcsolódó dolgok, vagy meglátsz egy könyv címét, na ez tetszik, erről szeretnék több mindent megtudni, és tényleg néha én a motivációs könyvek hatására, egyszerűen nem akarok lefeküdni, aludni, mert alig várom már, hogy holnap legyen, és csináljam, és csináljam, úgyhogy ezek nagyon meg tudják dobni az ember kedvét és hangulatát, még este is. És az utolsó tipp, az majdnem hasonló az első tippekhez, hogy írjátok le, hogy mik azok, amiket megvalósítottatok, mi valósult meg a reggeli dolgokból, értékeljétek a napotokat, és írjátok le azt is megint, hogy miért vagytok hálásak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó napi rutinnak néz ki. Én ezeket szoktam alkalmazni, mondom, nem biztos, hogy valakinél ez működik, de én arra buzdítalak titeket, hogy próbáljátok ki, és remélem, hogy sikerülni fog. Várom a visszajelzéseket, egyéb ötleteket is nyugodtan írjatok le kommentbe, hogy ti hogy szoktátok felturbózni magatokat, motiválni magatokat, hogy boldog legyen a napotok. Úgyhogy én szeretném megköszönni a figyelmet, remélem, hogy azért valakinek tudtam segíteni. Ha igen, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, és jövünk a folytatással. Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!